köszönöm szépen. Nekem meg azért van, hogy nagy hangom, hogy kocsmáros voltam, és az is vagyok mai napig, és úgyhogy néha győznem kell hangerővel a vendégek között is, hogy tegyek-vegyek. Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és valóban öröm és megtiszteltetés az, hogy most Sárvágon köszönhetjük ezt a fórumot, ezt a kiállítást, ezt a szakmai megbeszélést. Én is kezdhetem volna itt Robert Dannal, ugye, mert szlovén barátainkat elég jól ismerjük, és Magyarországon egy szlovén nemzeti kisebbség itt él Vas megyében nagy tömegben, és itt is működik a szlovéneknek a konzulátus, illetve az országos szövetsége is Vas megyében. Én úgy gondolom, hogy ennek a nemzetiségnek is sokat köszönhet Vas megye, ugyanis hozzátesznek ahhoz a színes kulturális képhez, amelyet az ő nyelvük, más nemzetiségnek a nyelve, itt még élnek Hinzdeutschok, Jensdeutschok, akik egy egészen érdekes, ősrégi archaikus németet beszélnek, és vannak horvátaink is természetesen, akik szintén egy olyan kulturális értéket képviselnek, amitől nagyon szép és színes lesz a paletta, amely itt Vas megyében az ide látogatóknak, a nemzetiségeink révén is rendelkezésre áll. Krobótok is vendek, ugye? Igen, krobótok is vendek. Krobótok is vendek, ezeknek megvan maguk. Meg Heinzek, ugye Heinzek, igen. Ezeknek a helyi nevei ezek. És hát valóban úgy van, ahogy polgármester is mondta, itt, ebben a megyében a történelmi háttér, azok a természeti források valóban rendelkezésre állnak, amelyek értékké, értékessé teszik az itteni szolgáltatások körét. Valóban büszkék lehetünk arra, hogy ebben a városban itt van a Nádasdiak vára, innen indult el a reformáció Magyarországon. Sok-sok történés ehhez a várhoz, az itt élt nemesi családokhoz, illetve az itt élő értelmiség munkájához köthető. És hát a 80-as, 90-es években az itt élő értelmiségnek, akkori városvezetésnek, a kórháznak, a dolgozóinak és pár főorvos úrnak köszönhető az, hogy felfedezték a sárvári sóba rejlő marketing értéket, és ebből következett az ominózus nyugdíjas csúszdás film a tévében, aminek ugye a szlogenje volt, hogy köszönjük Néges Sárvár. És 90-es évek politikusainak és gondolkodóinak köszönhető az, hogy itt egy teljesen új koncepcióval a fürdő teljes megújítását, megújulását gondolták. Engedjék meg, itt dr. Dénes Tibor polgármester neve elhangzott, azért el kell mondanunk Vörös Imrének, az akkori első igazgatónak a nevét, és Mezősi Csillának, aki most már teljesen más funkciót tör be a magyar turizmus palettáján, aki akkor itt aktív résztvevője volt ennek a új projektnek az előkészítésének, amelynek köszönhetően nem toldott-foldott gatya lett a régi fürdőből, hanem egy vadonatúj fürdőt tudtunk felépíteni. Egy olyan fürdőt, amely folyamatos innovációknak köszönhetően tartalmában, szolgáltatásának minőségében folyamatosan tud fejlődni és fejlődik. Ez pedig természetesen mostani városvezetésnek, a mostani fürdővezetésnek köszönhető, mert ez nem megy egyedül, mint a régi filmekben is megismerhetjük. Ez csak úgy működhet, ha az a társadalmi közeg elfogad egy egységet, elfogad egy szolgáltatási kört, és elfogadja az a társadalmi közeg az ide zúduló rengeteg turistát, illetve ennek a rengeteg turistának köszönhetően sok-sok munkahelyet köszönhetünk ennek. Sárvári fürdőhöz személyesen is rengeteg kötődésem van. Egy szaunamester azt mondta, hogy nagy valószínűség a sarkamban van a leltári számom, ami a fürdőnek a leltári száma, tehát a fürdőnek szerves része vagyok. Tegnap este is itt szaunáztam, egy közeli faluban lakom, és onnan van módon van ide bejárni. Bár hozzáteszem, 90-es években Sárvárváros fejlődését az indította el, hogy Sipkinek lett körjegyzősége. Tehát onnan kezdve tud fejlődni egyenletesen Sárvárvárosa is, mióta Sipkihez csatoltuk. Tehát a fejlődés onnan ért, mert én Sipkinek csak azért zárulatokon van. És hát valóban egy hihetetlen értékű és úgy látszik a turisztikai palettán nagyon vonzó fürdőt sikerült létrehozni. Azt látjuk, hogy a turisztikai kínálat, a turisztikai piacon hihetetlen nagy a túlkínálat, és ebben a túlkínálatban nagyon jelentősek a gyógyfürdők és a gyógyfürdő szolgáltatásokon keresztül a wellness és az egészségturisztikai szolgáltatások körének is a köre. Itt mi Közép-Európában számos ilyen helyen rendelkezünk, és én nagyon szépen köszönöm itt az igazgató úrnak azt, hogy ő is úgy gondolja, hogy ez csak úgy működhet,
a szomszédos országok területén lévő és szomszédos megyék területén lévő fürdők együttműködnek, és az együttműködéssel egymás helyét és szerepét erősítik ebben a kínálati piacban, mert ez akkor lesz igazi érték, ha nem egymással versenybe, hanem egymással a szolgáltatásokat párhuzamosan fejlesztve, közös marketingen jelennek meg a nagyvilágban, ott, ahonnan nagyobb tömegekben várhatunk turistákat. Erre is volt már kezdeményezés, mindenki ismeri a Pannon termék klaszternek és a Pannon Fürdőszövetségnek a történetét, és hát én úgy gondolom, hogy ez úgy lesz teljes, ha országhatárokon túl nyúlva valóban olyan széleskör együttműködés alakul ki, amely segíti ezeknek a fürdőknek a folyamatos vendéggel való ellátását. Sok minden hiányzik, és hát ugye sokféle politikai funkció volt és van most is, ebben a pillanatban úgyhogy biztos vagyok, ezt azért mondom csak el, mert ami legfontosabb, ami legjobban hiányzik, a gyors és jó megközelíthetősége a Vasmegyei Nyugat-Dunántúli fürdőknek általában. Aki Budapestre ide feljön, átilleti azt a kalandot, hogy nem olyan egyszerű ide eljutni, ugyanis ez egyetlen megyétel a Magyarországon, nem vezet még autópálya vagy autóút, tehát rengeteg a teendőnk. És hát reménykedem benne, hogy 2015 végéig, vagy 1915 végéig sikerült autópályát építeni, tehát 2015 végéig valóban az országos autópálya hálózathoz csatlakoztatva a 86-os, 85-ös úton keresztül valódi gyorsforgalmi úton lehet elérni majd megyéket. Természetesen kellene még másfajta infrastruktúra is, a mai világ már felgyorsult, nagy szükség lenne egy regionális turisztikai célt szolgáló repülőtérre is a közelben. Ez lehet akár Pápán, vagy lehetne Sármelléken is, de itt megint az út hálózat kapcsolat és a repülőtér nagysága, illetve a funkciói azok, amelyek hátrányosan érintenek bennünket. És hát kínálkozik, hogy az együttműködésen belül megnézzük azt, hogy lehet-e mód arra, hogy akár szlovéniai vagy közeli osztrák repülőterekkel egy olyan kontakt kapcsolatot alakítsunk ki, amelyen keresztül a turista forgalmat, a turisták közlekedését fel tudjuk gyorsítani. Tehát munkánk van bőven, feladat az nagyon szép. Én csak azt tudom kívánni, hogy ez a konferencia hozza meg sikerét, hozza meg az együttműködésben rejlő erőnek a valódi hatalmát, erejét, mert így közösen összefogva lépünk fel a világ számos területén, ahol a vendéget várhatunk, én úgy gondolom, sikerrel leszünk ítéltetve itt közép-európai fürdőinkkel. Köszönöm szépen a figyelmet!